Múltkor már beígértem nektek ezt a videót, ugyanis ez a párja az előzőnek, amiben az én ilyen, ilyen őrült nyári mintás ruhadarabjaimról, az újdonságokról, amik a ruhatáramba idén bekerültek, azokról beszéltem. És ez pedig az újdonságok a ruhatárban viszont az alapdarabok és azok a darabok, amik öm, normális anyagokkal rendelkeznek, és nyáron tökéletesek. És biztos vagyok benne, hogy sokatoknak megfordult a fejében az, hogy vajon szinte a nyaraláson, abban a poliészter overall szedben fog hajókázni 45 fokban? Nem. Tehát, hogy nekem is ez felmerült a fejemben, ne aggódjatok, minden oké. <laughs> Úgyhogy itt vannak azok a darabok, amik azt kell, hogy mondjam, hogy um, alapdarabok, és nagyon szuperek, nem mondanám, hogy olyan kimondottan nagyon kreatívnak és, és nagyon őrültnek néznek ki, de ezek azok a darabok, amikre nyáron támaszkodhatok, amik kényelmesek, amik légáteresztőek, jó az anyaguk, nem okvetlenül bírják a gyűrődést, hogyha értitek, mire gondolok, mert nagyon sok lenvászon történet van a mai videóban, ami igazából nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem, és nem mindig sikerül olyan darabokat, megtalálnom, amik pamut és lemvászon keverékei, azok a legjobbak szerintem, mert annyira nem gyűrődnek, Vannak itt teljes len dolgok, és amik nyilván, tehát hogy ezzel számolnia kell az embernek, gyűrődik. Amiket itt láthattok most ruhadarabok, nagyon sokon még rajta van a címke, mert ezért a videóért tartogattam nektek, de Kicsit már hozzájuk nyúltam, és némelyiket, sőt szerintem szinte az összesen átmentem ezzel a kis gőzölővel, hogy normálisabban tudjam őket prezentálni, és egy-két címkét még meg is tudok nektek a kóddal mutatni, nem mindegyiket, már valamelyiket már hordtam, és levágtam róla, és sajnálom, kidobtam de a legtöbb az még talán megszerezhető. Van egy pár darab például a Mango Outletből, és nagyon-nagyon jó áron jutottam hozzá, nagyon jó anyagú alapdarabokhoz most azt hiszem három hete. Nagyon szuper ruhákat vettem, viszkózból, lenvászomból, mi a neve annak a, az anyagnak? Hodál vagy liocel? Azt hiszem, hogy valami ilyesmi anyag, amit nagyon-nagyon szeretek nyáron. És ezekért a darabokért ilyen nagyon durva, 20 eurókat fizettem ruhákért. Úgyhogy most szerintem tényleg érdemes ránéznetek a Mango Outletre, mert nagyon sok ruhájuk van még gondolom tavalyról ilyen lenvászon, de egyszerűen nagyon klasszikusok, és kit érdekel, hogy tavalyiak. Mindenképpen megér egy pillantást. de kezdjük is el, tehát a mai videóban <laughs> ruhatáram Kellemesebb anyagú darabjait láthatjátok, amire tudok hagyatkozni, kényelmesek, és fel fogom őket ugyanúgy próbálni, mint múltkor. Tehát, hogy így majd láthatjátok a kis bevágásokat róla, ahogy felpróbálom őket. Ahogy is csináltam akkor, azt hiszem, hogy itt voltak a kis klipek. Tehát akkor itt kell nem mindegy. Múltkor is láttatok a történetet, mindegy megoldjuk. Az első is kihagyhatatlan történet, és idén is vettem egy gyönyörű, fehér leninget. Túl nagy ez a Leningrad, ugye? Ami egyszerűen láthatjátok, ezt mondjuk nem vosoltam ki viszonylag gyűrődik, én ezeket amúgy is így összeszoktam kötni elől, és ami nagyon tetszett benne, szerintem mutattam a videóban, de úgy is látjátok a klippekben, az, hogy nem hosszú. Tehát, hogy szerettem volna hosszút is, de szerettem volna valami rövidet is, mert általában ezek az én test méreteimhez jobban, jobban passzolnak. És egyszerűen hihetetlen, nagyon-nagyon jó anyaga van, a zarából van, és száz százalék európai lenvászon azt írják, meg is mutatom nektek a címkéjét, íme, és az SS méretben vettem. Jól is döntöttem, mert könnyebben össze lehet kötni. Nem tudok igazából mást erre mondani. Szerintem ez egy ilyen tökéletes nyári ing, akár fürdőruha fölé, bár nyilván ott általában én a hosszabb típusúakat szoktam előnyben részesíteni, tunikákat, de nekem az a helyzet, hogy nincs nyár hasonló ingek nélkül, akár még farmerrel is fel lehet venni, tehát hogyha kicsit hűvösebben is lehet őket tökéletesen kombinálni. Aztán az egyik új szerzeményem, amit egyszerűen imádok, és annyira örülök, hogy megtaláltam a len rövidnadrágot, tehát hogy iszonyatosan örülök, és most nézem a fényeket, és olyan karikás a szemem megint. Utálok itt videózni, komolyan mondom. <laughs> Mindegy, hagyjuk. Megtaláltam a tökéletes, kényelmes, jól passzoló len rövidnadrágot az arában, és mutatom is először a kódját. 25 euró, amit nem találok érte soknak, főleg azért nem, mert hogy így tök jó anyaga van és állása van, nem az a nagyon-nagyon vékony. Íme a rövid nadrág, és nem lóg ki belőle a fenekem, tehát hogy ez bermuda típus. És ami még nagyon tetszett benne az az, hogy eh, ha megnézitek itt a, a kapcsát, látjátok, hogy ez szinte ilyen elegánsabb, tehát mint egy ilyen öltöny nadrág, tűnő bermuda, ami kifejezetten szerintem jó, mert sokszor, nagyon sokszor tényleg hülyét kapok azoktól a bermudáktól, amikre rábasznak már, bocsánat, egy ilyen kis kötőt, ami tök jó, de hogy nagyon sok outfittel nem tudom kombinálni, mert egyszerűen valahogy ott a, ott a terék résznél valahogy így túl sok, vagy esetleg még van rajta ilyen paper bag, ami rád dob még x kilót, tehát hogy mindent bele kell tűrni, nem, nem, szeretem ezeket a fajta rövidnadrágos történeteket, holott nekem is van egy fehérem, de azért nem is hordom, mert hogy idegesít egyszerűen. És övet is lehet beletenni, kifejezetten megtetszett. Nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű tört fehér színe van. És az SS méretben hoztam el, és tökéletes. Egyszerűen tökéletes, mindenhol tökéletes, nem szorul átalakítása, nagyon hálás vagyok érte. Van belőle fekete, és még gondolkodom, hogy megrendelem a feketét belőle, meg van belőle egy ilyen pisztácia, zöld, világos zöld színű. Nagyon jó lenne, ha mondjuk gyártanának akár egy kekit, vagy egy barnát, pést, mert egyszerűen, hát ez tökéletes. És remélem, hogy ez egy olyan nadrág lesz, mint az a tipikus ilyen, tudjátok, az a tipikus a cigaretta nadrág az arában, ami így jó magas derekú, és már gyártanak belőle 6000 szint. Én remélem, hogy ebből is olyan lesz, mert egyszerűen ez tökéletes. És valószínűleg majd a fürdőruhámmal fogom megpróbálni, és úgy fogom megmutogatni nektek, mert. Arra gondoltam, hogy ez fürdőruha fölé is tökéletes, elmenni benne csónakázni, hajózni is tökéletes, tehát hogy ezek azok a dolgok, ami hiányoztak idén a ruhatáramból, a rövidnadrágok, ugyanis egy darab rövidnadrágom volt, amit említettem azzal a hülye kis övvel rajta, és van, hogy rájössz, én, én általában nem sokszor hordok szetteket nyáron, de van, hogy rájössz, hogy mégiscsak kell az a rövid nadrág, meg kell az az ink, meg kell az a felső, mert egyszerűen nem mindig tudsz ruhát hordani, holott tényleg én 90%-ban nyáron ruhákat hordok, ennyi az egész, és mindenképpen hiányzott rövid nadrág a ruhatáramból, úgyhogy még a feketét szerintem meg fogom belőle rendelni, mert ez tökéletes, és Mindenkinek ajánlom, próbáljátok meg, mert ebben én nem gondolnám, hogy csalódni fogok. És ahogy érkezett, mert ez nem elég érkezett három napja, nem volt meggyűrődve. Tehát látjátok, nem gondolnám, hogy annyira gyűrődős. És ennek csak a fele Lenvászon, a másik fele, mindjárt megmondom, a 42%-a pamut és az 58% a len. Oké, okay. tehát ez a tökéletes keverék, erről beszéltem. Ez az a lenkeverék, ami ami számomra tapintásra, musásra, vasalásra egyszerűen tökéletes, úgyhogy, és nem átlátszó. Tehát, hogy nem tudom, mennyire látjátok. Nyilván fekete, én fekete fűtőruhával fogom felvenni az talán átlátszik rajta, de én nem gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mit veszel alá. És ha már így ingeknél tartottam, lehet, hogy ugrok egy lépést, mert ezzel a szettel kombinálnám a következő inget, ami viszont 100% len, azt hiszem, igen, és ez is az zarából van, ez már a gyűrődös kategória, ugyanis 100%-ig európai lendből készül, tapintásra nem annyira rossz, de hogy így, tehát felvéve nekem, engem nem zavar, de hogy így tapintásra érezni azt, hogy ez egy kicsit keményebb lenvászon, nem keverék, tehát nem annyira puha, sima érzetű, viszont valahogy tetszik benne ez a, ez a rustikus kinézet. Látjátok? Tehát, hogy így nem, nem vasaltam ki egyáltalán, Eh, és látszanak benne ezek az ilyen apró gyűrődések, amiket szerintem, tehát átmentem rajta gőzölővel, a nagyobb eh, katasztrófákat kigőzöltem belőle, mi van a hangommal? <coughs> de, de hogy így ezek a kis mikrógyűrődések benne maradnak, és nem is baj, mert ezt is úgy szántam, például rövid nadrággal, alatta egy toppal, akár egy fekete toppal, strandra menni, fürdőruhához, mert egyszerűen nagyon-nagyon kellemes, átlátni rajta, nem tudom, hogy mennyire látjátok, a levegő egyszerűen átfúj rajta, és mégsem éksz le. Tehát, hogy ez ilyen hajós outfitnek, például ha belegondolok, hogy mit tudom én, most Sorrentóból megyünk majd Caprira át, az ugye azért egy, egy, egy idő, mire oda átérsz, biztos, hogy magammal fogom vinni, fényvédőnek is tökéletes, és egyszerűen ez egy oversized ink, tehát, hogy fogjátok látni a klippen, nagyon-nagyon hosszú, de valahogy úgy jó hosszúságú azt kell, hogy mondjam, még rajtam is. Nem mondom, hogy, nem, nem, mondom, hogy a legelőnyösebb, de nem érdekel. És az XS-es méretet választottam belőle, és most miért megmutatom a címkéjét. Íme. És szerintem több színben is létezik, azt gondolnám. És az XS-es az tökéletes, még ez is nagy, azt kell, hogy mondjam, de nyilván itt nem arra megy ki most a játék, hogy minél feszülősebb legyen. Tehát ugye ezt tervezem kombinálni ezzel a szép kis krémszínű nadrággal, barna kiegészítőkkel, az új kiegészítőimre is rátérek egy kicsit utána, bár én eléggé most az utóbbi időben kiveséztem a kiegészítőket, kérlek nézzétek vissza azokat a videókat is, mert nem akarok segget csinálni a számból, holott azért megteszem néha, most nem. Egy párat elhoztam, amit meg fogok nektek mutogatni. És most lehet, hogy úgy tűnik, hogy össze és ez így is van, ugyanis még egy utolsó szettet szeretnék mutatni, ami ez végül is, aztán megvettem az inget is, mert először ez a rövidnadrág jött velem az arából. Ezt próbáltam többször, és úgy voltam vele, hát nem tudom, de aztán még nagyon-nagyon megtetszett, és nagyon kellemes anyaga van, és van benne valamiféle extra. Tehát, hogy látjátok azt, hogy ez nem az a tipikus basic rövidnadrág. Ilyen kis csipkéje van, vagy horgolt az alja, nagyon kis aranyos cuki, de úgy vagyok vele, hogy hiányoltam egyszerűen azt, hogy meg legyen a szett része, tehát hogy meg legyen az ingje, mert az inget nem vettem meg először, úgy voltam vele, hogy hát, meglátom, majd biztos tudom más ingekkel kombinálni, de valahogy hiányzott ez a részlet, ez a szép részlet felülről is, valahogy túl sok volt alul egy egyszerű felsővel, úgyhogy eljött velem az ing is, íme, ez a gyönyörűség, és ezt is meg fogom kötni elől, mert nekem úgy szerintem jobban áll. Tudom a címkét. Íme ez az ing, ez a felső. De egyszerűen tökéletes a szettel. És azért is érdemes szerintem megvenni ezeket a szetteket együtt. Mert sokszor gondoljuk azt, mert például egy inget tökéletesen lehet más dologgal is kombinálni, farmerrel, mi tudom én. De hogy nagyon nehéz például ugyanolyan színű törtfehéret, krémszínt, színt, ekrűt találni. Főleg az arában, mert mindig így megnézem online, hogy milyen szín fehér. Megérkezik a rendelés, nem fehér. Megnézem online törtfehér fehér, vagy krém. Megérkezik a rendelés, nagyon sokféle ugye, krém színük van, ezért nem nagyon nehéz összeválogatni a dolgokat, úgyhogy úgy találtam jobbnak, hogyha megveszem ezt a szettet, és nem bántam meg. És sajnos ugye a nadrágról nem tudok nektek semmit küldeni, de keresétek a rövid nadrágok között, vagy hogyha rámentek esetleg az ingre magára lehet, hogy kiajálja maga az alkalmazás alatt, hogy szett betartozik tartozik a nadrággal együtt, és akkor úgy könnyebb lesz megtalálni. Aztán a következő nagy kedvenc overálom. Ez overál, és sokan kérdeztétek az előző videóban, mit viselsz, milyen ruha, mi Sokan kérdezitek az előző videóban, mit viselsz, milyen ruha, milyen felső, és ez egy gyönyörű len keverék szerintem, de megnézem. Szerintem ez nem 100% len, 55% len és 45% viszkóz. Ezzel az anyag kombinációval sem lehet mellé menni nyáron. És ez egy gyönyörű, barna, krémszínű, csíkos, és láthatjátok, hogy a barna csíkoknál van még egy ilyen kis fekete vagy sütét, szürke, sötét, kék rész. Egy gyönyörű overall, ami, amit szintén felpróbálok, és látni fogjátok, hogy milyen tökéletes hosszal, és a háta az gyönyörű, az egy ilyen nyitott történet. És van hozzá egy ilyen érdekes kis öves rész, amit itt belefűzöl egy ilyen lyukba, és meg tudod húzni. Én mondjuk ezt úgy csináltam, hogy hátulról hoztam, mert nekem a háta ennek az overálnak kicsit nagy. És én másik oldalról fűztem be, úgy tökéletes, és gondolkodom rajta, mert az SS méretet rendeltem meg belőle. Tehát ezt sem tudom megmutatni a kódot, de az overáloknál keressétek, úgy könnyű lesz megtalálni. Hogy megrendelném belőle az XS eset is, mert ezt az overált már nagyon sokszor hordtam, és lehet, hogy az XS az egy kicsit kisebb a hátamnál, de engem ez egyáltalán nem zavar. Van egy ilyen nagyon-nagyon laza hatása, egy ilyen nyaralós hatása, és nem bánnám, hogyha lenne belőle kettő a ruhatáramban, lehet, hogy megpróbálkozom a kisebb mérettel is, de egyszerűen tökéletes, és nagyon-nagyon <laughs> örülök neki, amikor megláttam online, egyből rácsaptam. De most térjünk is rá a hosszú ruhákra, és aki már egy ideje követ, évek óta követ, az tudja, hogy hol én Tehát, hogy Változik kolénizita, változunk, változnak az életkörülmények. Én is változom, ti is változtok, jöttök, mentek a csatornáról, én itt vagyok. De ami nem változik kolénizitánál, a fehér ruhák iránti szeretet, gyerekek. Ez valahogy, tehát hogy sok minden változott, de ez nem, és szerintem én ezt így a koporsóig viszem majd magammal. Kezdjük is el! Az első darab a Mango Outletről van. Sokak szóval lehet, hogy azt mondanák, hogy ez egy túl komoly ruha, de ez egy gyönyörű, gombos, lefelé gombolós, hosszú lenruha a mangótól. Gyönyörű fehér, tehát hogy nekem a hófehér az nagyon jól szokott állni, amilyen sugárzó fehér. Van hozzá öv, láthatjátok majd a klipben is, amit ki lehet venni és saját övvel is fel lehet természetesen dobni gyönyörűek a gombjai. Egyszerűen nagyon, nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű, és ezáltal határtalanul lehet viselni, bármit fel lehet hozzávenni, bármilyen színnel lehet kombinálni. Kellemes, én az SS méretben vettem, így, én így megmutatom nektek, láthatjátok, hogy az SS méretben vettem, mert féltem attól, tehát nem akartam, hogy így a hasamon, vagy így a, a fenekemen feszüljön. Jól is tettem az SS méretet, annyi, hogy talán mellben egy kicsit nagy, de kit érdekel? Hát senkit. Nagyon kellemes, lenge, úgy is láthatjátok majd a videóban, hogy hogy nézek ki, tehát nem egyszerveszettül nem óriási, úgyhogy amúgy is úgy gondolom, hogy az XS-es talán nem lett volna olyan kényelmes, mondjuk, vagy olyan szellős, ezért rendeltem belőle az S-eset, és egyszerűen valami <laughs> gyönyörű. Tehát örülök, hogy rátaláltam, és mindenképpen, tehát hogy a Mango Outlettel, pontosabban nem is a tehát magával a mangóval én úgy vagyok, hogy mostanában úgy kicsit, hogy is mondjam így, kiszerettem belőle, vagy, vagy egyszerűen nem érzem a, az árérték arányt úgy helyesnek, és miért áll ki ez a szarít? Valahogy úgy érzem, hogy elszálltak, a, tehát a minőség az nem ott van, túl drága, ráadásul itt ostobák is általában a szállításnál, tehát hogy ha valamivel problémám volt, az a mangó, tehát mindig, vagy, az, vagy, azért meg szállítanak, ugye az meg itt borzasztó, mindegy, most nem akarok belemenni. Szintén volt problémám a mostani mangó outletes szállításra is, és nem az, hogy tovább tart, mert nem érdekel, hogy mennyi idő, mire ide ér, mert nagyon jó, tehát hogy az összes mangó outletes dologért, amit rendeltem, szerintem nem fizettem 100 eurót. <laughs> hát hogy és ha belegondolod, hogy mennyibe kerül egy ruha az arában, hát, vagy a mangóban egy normális ruha, akkor így biztos 70 euró. Tehát, hogy az árával a mango outletnek meg voltam elégedve, és magukkal, a darabokkal is tényleg, de úgy kaptam meg a rendelésemet, ez nyilván valószínűleg a GLS-nek a hibája, hogy már a GLS ragasztotta át magát a karton nedves volt az egész, tehát vizes volt maga a karton, és láttam, hogy volt rajta egy lyuk, nem, nem nagy lyuk, úgy kb. így ekkora, de össze volt ragasztva, és majdnem minden benne volt a dobozban. Kivétel a napszemüveg, amit rendeltem, 7 euróért, tehát hogy jó ára volt, de annyira, annyira gyönyörű volt az a napszemüveg, ilyen, ilyen barnás, narancssárgás, cica szemes napszemüveg, és az úgy kicsúszott onnan, vagy valaki kivette, nem tudom. Most majd. Megírom a panaszt, mert még nem sikerült. Lefotóztam a csomagot. Tehát mindig azt mondom, ha van valami, fotózza a csomagot. Én mindig dokumentálom a csomagot, hogy van benne és hiányzik. És a szállítólevélen rajta volt a napszemüveg. Tehát, hogy egyértelmű, hogy nincs nálam, majd belemegyek ebbe a történetbe, nem fogok nyilván 7 eurót nekik ajándékozni de mindig van velük valami problémám, de attól függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy megérte ezeket a darabokat megrendeni, mert iszonyatosan jó áruk volt, pont. A következő ruha, az egy régebbi zarás ruha, nem tudom elmondani, hogy mi a kódja, fogalmam sincs, ez már legalább Hát ötször, hatszor biztos, hogy hordtam, most szedtem le hogy a szárítóról, azért néz ki így, úgyhogy a felpróbálós részeken se lesz olyan tökéletes rajtam. Ez egyszerűen egy gyönyörű, gyönyörű ruha. Nem tudok rá mit mondani, követi az alakot, vastag, de légáteresztő azáltal, hogy ilyen lyukacsos az anyaga, és ezt az ara nagyon jól tudja. Nagyon jól tudja. Amúgy nagyon könnyen ki lehet vasalni, úgyhogy ő is mindenképpen jön velem a nyaralásra, de mi nem jön velem akkor a nyaralásra? Lehet, hogy ezeket a pakolászós videókat úgy legalább egy, most már egy hónappal előtte el kéne kezdenem, mert hogy ebből lesz annyi tartalom, hogy Zita nem fér be a bőrönbe, Zita újra pakol, Zita újra tervez, Zita ideg lesz, túl súlyos bőrön, tehát hogy ezt így mind bele kellene terveznem, kalkulálnom. Mindegy. Zara és XS-es méret, és majd felpróbálom nektek egyszerűen. Tökéletes ez a ruha. És ezt az ingruhámat is láthattátok már, ami mondjuk tartalmaz poliéztet, viszont pamut poliészter keverék, és ezt is rengetegszer hordtam, ez például ilyen amazonos szerszemény, ott találtam rá erre a fehér ingruhára, ami egyszerűen tökéletes, és voltam benne anyonál Magyarországon, hordtam övvel, hordtam öv nélkül, nagyon kényelmes, szinte a földig leér, könnyű vasalni. Tehát, hogy láthatjátok is, hogy ez most frissen lett kimosva, csak kicsit átmentem rajta egyszerűen ezzel a kis gőzölővel, és már is. Máris hordhatóan néz ki, és 27 eurót fizettem érte, a márka pedig a Vonda SS méret, és többen is megrendeltétek azóta, hallottam, vagy írtatok, hogy, hogy megrendeltétek az Amazonról, úgyhogy még lehet kapni, talán van belőle sötét -kék is, nem vagyok benne biztos, de nagyon rég kerestem egy ilyen ingruhát, mert szerintem ez is a tipikus, klasszikus, mégsem lembászon, tehát hogy ez nem gyűrődik. Tehát, hogy ha belegondolok, hogy ültem mondjuk két órát benne egy étteremben, aztán elmentünk haza anyukámhoz, ami még egy óra tőlünk, és felálltam, kiszálltam a kocsiba, és nem volt meggyűrődve. Tehát, hogy nem rossz ez a pamut poliészter keverék, mert azért nem, nem az a keverék, amiben így beleisszadok, de mindenképpen érdemes említést tenni róla, hogy van benne poliészter, hogyha valakit ez zavarna, de... Nagyon örülök, hogy ezt a ruhatáramban tudhatom. Jó, már csak kettő van hátra. Méghozzá mind a kettő a Mango outlettől van. Az első, pontosabban az egyik, az egy gyönyörű, ilyen béses-barna, de egy hidegebb árnyalatú ruha, méghozzá viszkózból van. És láthatjátok, hogy ilyen, nem is tudom, hogy minek mondja, a olyan gézhatású, alapjáraton struktúrált maga az anyag. És ami nagyon tetszett benne, nem csak az áram, hogy az S-es méretben vettem, és lehet, hogy elviseltem volna egy mérettel kisebbet belőle, de van hozzá ő, úgyhogy több mindegy. Ami nagyon megtetszett, az az, hogy egy az, hogy nagyon kis ilyen áramló, légies, nem átlátszó, kellemes a bőrön, kettő, hogyha megfordítom, ilyen trench kabátra hasonlít a háta, és hogyha itt összekötöm az övvel, majd láthatjátok, úgyis most hiába itt magyarázom nektek, úgyse értitek meg, ad egy ilyen gyönyörű formát egyszerűen a fenekednek, úgyhogy ezért is valami potom pénzt fizettem, és egy földigérő ruha, van, van egy kis zsebe is, ami funkcionál, de gondolom, tehát, hogy ide senki nem rak semmit. Ennek is megmutatom így közelebbről a cinkét, fókuszálj, íme. Talán el tudjátok olvasni a nevét. Tökéletes és nagyon jól lehet kombinálni kiegészítőkkel. És a következő darab, ami kicsit így kilóg a sorból, azt kell, hogy mondjam, és úgy voltam vele, hogy hát nem tudom, megtartsam, ne tartsam meg, de nagyon-nagyon jó ára volt, és amikor felpróbáltam, rájöttem, hogy tehát általában nekem vigyázom kell azért a mankós overálokkal, ez egy hosszú overál, mert a torzó része az, az, nekem mindig túl hosszú, mindig túl nagy, és azzal, tehát a varónő sem tud, tud mit kezdeni vele, de hogy így nincs kedved elvinni a vargonőhöz, és felpróbáltam, kicsit nagy a torzó része, viszont mivel öves, be tudom tűrni hátul, és tök jól magamra tudom szabni. És nem tudom, nem vagyok biztos benne. Tehát, hogy én a sárgát alapjáraton nem szeretem annyira, hogyha mintában van benne, akkor igen. Úgyhogy alapjáraton nem gondolnám, hogy nekem ez úgy nagyon jól áll, de egyszerűen valahogy ez a szín nagyon-nagyon megfogott, és tudom, hogy mennyire adja át a kamera, szerintem annyira nem rossz. Nem is mondanám, hogy úgy nagyon jó, jó. És természetesen ma, megint nem barnítottam le magam a videó érdekében, ahol úgy lett volna, hogy igazi, meg úgy jó. De ez egy ilyen gyönyörű overall, ami nekem nagyon tetszik, mert van egy ilyen leser hatása, nem az a nagyon, nem az a nagyon elegáns, hosszú, jó a hossza, nem kell levágatni, van hozzá öv, és fel fogom próbálni, és nem tudom, így ennek, ennek ilyen címké van. És csak annyit látok, hogy Sofia neve a történetnek. És ez is mango outletes. És szerintem senkinek nem kellett talán azért landolt oda. És nem is tudom, ez egy ilyen mustár színű, de inkább a barnás rezés árnyalatba hajlik. És nem gondolnám, hogy annyira rosszul áll és így szeretek azért új színekkel kísérletezni. Tehát megpróbálom kérni a képernyőre, mennyit fizettem érte, de hogy így, még a smerc belül volt, azt kell, hogy mondjam, így szeretek új színekkel kísérletezni, ilyen teli színekkel, hogy nem ruházok be egyből a nagyon-nagyon drága verzióra. És ez az, ami liocellből van, és iszonyatosan kényelmes, és hűs a bőrön. Tehát, hogy ez egy ilyen játszós történet, és általában úgy vagyok vele, az eddigi összes overálom, tök mindegy, hogy hol vettem, viszonylag nagyon keveset találtam eddig még magamra úgy, hogy így jól állt, vagy így nem volt túl hosszú, meg kellemes volt, de az eddigi összes hosszú overálomat rengetegszer hordtam, és nagyon jól kihasználtam, mert egyszerűen ezek azok a dolgok, amik, hogyha vannak ilyen banális történetek, tehát, hogy jaj, most el kell menni bevásárolni, nagy bevásárlás, meleg van, kutyát sétáltatni, de mégsem akarsz mondjuk egy fekete Nike nadrágba menni 40 fokban, akkor ezek a dolgok, ezek a, a tipikus ilyen overállok -ok azok, amikhez én egyből nyúlok, vagy akár tudom, hogy parkba megyünk, leülünk a fűre, akár megyünk, mit tudom én, megy valaki grillezni kerti partira, ezeket szuperül fel lehet dobni, tök jó kiegészítőkkel, ékszerekkel, napszemüvekkel, cipővel, táskával, mégis kényelmes, úgyhogy... Minden fel fog próbálni, vagy már úgy is láthattátok. És most majd megyek is tovább a kiegészítőkre, ugyanúgy, mint múltkor le fogok ülni, és meg fogom mutogatni őket, amiket ide idehoztam. Amik rendkívül szerintem egyszerűek, de hihetetlenül jól lehet őket kombinálni ezekkel a darabokkal is, és ezek ilyen bevált kombinációk a számomra. nagyon minimális mennyiségűt hoztam ide, ugyanis ezek az outfitek viszonylag nagyon sok mindennel kombináltak, sokféle színnel. Én az unalmasabb, klasszikusabb verziókat hoztam ide. Ezek az Hermes-től egy papucs és egy szandár, ez tavalyi, ez pedig idei a napomra kaptam, és isteni jó színük van, nagyon jól kombinálhatóak. És az új szerzeményem, amit mindenképpen meg akartam mutatni, és már biztos, hogy ugye a felpróbálós részben, közben amúgy itt pizsamába vagyok, <laughs> láthattátok, ez egy gyönyörű zarás táska, amit ha jól tudom, még most is lehet kapni, és tudom, hogy sokan megvettétek, ahogy kiposztoltam. Ez egy bőrtáska, és meg is mutatom a kódját, íme, így jobban látjátok, gyönyörű. Tehát, hogy kis táska, de nekem elég, van hozzá crossbody pánt, be lehet csukni, itt össze lehet szerintem húzni, bár ebben nem vagyok biztos, de mindegy is, gyönyörű. És nagyon örültem neki, hogy megtaláltam, mert hogyha megnézitek, akkor rendkívül jól mennek hozzá a papucsok is, vagy hát a, a szandál és a papucs is. Még azt mondanám, hogy ez a világosabb is tök jól megy hozzá. És amit természetesen, és amiket pontosabban, mert nem hagyhatom ki itt a kedvenc táskáimat, a monogramos Louis Vuitton táskákat, nyilván van belőle most nekem három, van egy alma bébém, egy posetmeti és egy speedy, ezek tökéletesen kombinátóak, természetesen egyszerű ruhákkal, tehát hogy mintás sokkal nehezebb kombinálni őket, de ilyenkor az egyszerű ruháknál mindig előhúzom őket, mert egyszerűen feldobják az outfitet, és nyára ez egy cukitáska szerintem. Ráadásul van crossbody pántja is, és nagyon jól kombinálható. Ezt már mutattam az egyik videóban, ez egy zarás öv és erről már levágtam a címkét, ez is tökéletesen kombinálható fehér ruhákhoz, azáltal, hogy az öv csat része ilyen gyönyörű barna, tökéletesen megy, és illik a koncepcióba. Úgyhogy ez az a három kiegészítő, amit idehoztam, természetesen hozhattam volna még ide mindenféle eszpedril cipőt, vagy akár mit tudom én, tehát hogy most rendeltem, mert szerettem volna mindenképpen egy sportcipőt, ami vászon, rendeltem egy vászon sportcipőt, még nem érkezett meg, de tört fehér színe van, tehát nem hófehér, szerintem az is jól megy majd néhány outfithez, mindenképpen szerettem volna a nyaralásra egy ilyen vászoncipőt, amiben így nem izzad bele az ember lába, mégis, hogyha sokat megy azért, nem gondolnám, hogyha mondjuk, mit tudom én, felmész a ravellóba, vagy valahova fellépcsőzöl ott Capri környékén, hogy ezek annyira jó döntések akkor. Mindenképpen szerettem volna egy ilyen vászoncipőt, és az még nem érkezett meg, de valami hasonló színe lehet, mint ennek. Úgyhogy mindenféle cipőt idehozhattam volna, csak azt szerettem volna, ha most látjátok, hogy milyen színekkel kombinálom ezeket az outfiteket, és hogy milyen jól lehet őket kombinálni, milyen egyszerűeket kombinálni, és Végül is ugye azért semmi különös azt kell, hogy mondjam, de mégis az outfitek van egy ilyen, szerintem egy nagyon szép ilyen, hogy is mondjam, sikkes érzetük, hogyha felelnek a lemvászonnak, Tehát én ezt imádom nyáron. Sikkes, elegáns, de mégis kényelmes. Jó, de ennyi lett volna a mai videó. Én köszönöm, hogyha megnéztétek, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!